Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök az Enigmát, a Fix Televízió geopolitikai magazinját látják. Északi szomszédunkban, Szlovákiában véget ért a hetekig tartó kormányválság, amikor Igor Matovics kormányfő, miután belebukott az orosz Sputnik vakcina beszerzési ügybe, bejelentette lemondását. Matovics ugyanakkor nem távozik a kormányból, csak helyet cserél Eduard Heger pénzügyminiszterrel. Nagy kérdés, hogy folytatódik-e a tisztító tűz néven elhíresült antikorrupciós megtisztulási folyamat Szlovákiában, és hogy hogyan érinti ez a szomszédos országokat, különösen Magyarországot és Csehországot, és hogy mit szólnak mindehhez a nagyhatalmak. Erről beszélgetünk mai szakértőnkkel, Kollai Istvánnal, a Pozsonyi Magyar Intézet egykori igazgatójával, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Mivel ez egy geopolitikai magazin műsor, mindenképpen Szlovákia geopolitikai dinamizmusával kell kezdenünk, annak ellenére, hogy természetesen a tájékozott nézők tisztában vannak azzal, hogy nagyon forró történések zajlanak ma Szlovákiában már hónapok óta. A korrupciós botrány, a vakcinabeszerzés, az orosz kapcsolat, a kormány, illetve a miniszterelnök bukása, majd ennek a kimentése. De először mindenképpen arra kérem, hogy helyezzük el az utóbbi évtizedben Szlovákia geopolitikai dinamizmusát, természetesen különös tekintettel a nagy tényezőkre, tehát az Európai Unióval való viszonyra, Moszkvával, Pekinggel való viszonyra, és hát a V4-ekben való mozgás terére. Mik a legfontosabb markerek ezen a területen? Hát talán a legfontosabb tendencia az akár 1998-tól indítható, amikor Vladimir Mečiar megbukott, és elindult az a fajta európai integrációs folyamat, ami aztán az eurozónához való csatlakozásba folytatódott, meg teljesedett ki. És igazából ezt akkor egy ilyen polgári liberális kormány, egy széles koalíciós támogatottságú kormány indította el, de valójában az őket váltó Robert Fico, aki egy ilyen baloldali populista irányt vitt ezt a, vagy politikát folytatott, úgymond a Szlovákián belül, igazából a külpolitikában ezt az irányt folytatta. Tehát olyan komolyabb geopolitikai, stratégiai változást nem lehet mondani. Tehát azt lehet mondani, hogy e körül akár egy konszenzus volt. Tehát a Zurinda és a Fico kormány között geopolitikailag nem volt nagy különbség. Ilyen értelemben az unióhoz való viszonyban nem. Tehát inkább így mondanám. Tehát az uniós csatlakozás fontosságában, és ez megjelent a közbeszéd, meg a politikai retorikájuk szintjén is, tehát mondjuk Robert Fico nem folytatott egy EU ellenes beszédmondot, mondjuk azt lehet mondani, és az eurozónához való csatlakozást, azt ő is egy nagyon fontos nemzeti érdeknek, egyfajta politikai haditettnek tekintette, hogy ott ül Szlovákia az eurozóna tagjaival együtt egy asztalnál, tehát Európa legbelsőbb köréhez tudtak csatlakozni. Tehát ez azért érdekes, talán így magyar közbeszéddel folyton érdemes talán összevetni Szlovákiát, hogy nálunk ugye ez az euró nem olyan erős téma. Talán korábban sem volt, most pedig le is. Azt gondolom, a 90-es évek kormányzatai számára azért ez egy kiemelt téma volt. Igen, csak akkor még túl távoli volt. Amióta közelebb került, azóta Magyarország ebben hezitálóbb, egyébként ennek pont a szlovák tapasztalat is az oka többek között, hogy az eurozónához csatlakozásnak láthatóan ára is van. Mindenesetre a Szlovákiában ez egy ilyen közös misszió, meg ezt a közbeszéd is úgy tekintette, mint egy siker a szlovák koronához. Egyébként sem kötődtek úgy annyira, tehát ezek a fajta szempontok sem voltak erősek, viszont ez jelentős volt, hogy oda jutottunk Európa legszűkebb asztalához, azt lehet mondani. Tehát az hát irigykedve is nézzük őket azóta is. Igen, igen. Ez egy komoly sikertörténet. Ugye igazából itt Észtországgal, Szlovéniával szeretem párhuzamba állítani Szlovákiának ezt a fajta teljesítményét. Azt látni kell azért, hogy egy kormány bukása az végsősorban azért ennek a számlájára írható. Mert a görög válságkor a görög mentőcsomagban részt kellett venniük, mint eurozóna tagországoknak, miközben adatilag, illetve a valóságban is a szlovák átlag
átlagkereset, meg az életszínvonal, az a görög alatt van, és akkor ez egy nagyon-nagyon erőset ütött a szlovák társadalmon belül, a közbeszédben, ezek a hírek, hogy lehozták a görög átlagbért, meg a szlovákat, nem szóval a nyugdíjakról, amikor lehozták. Ez a görög nyugdíj, ez a szlovák nyugdíj, és te szlovák nyugdíjas, most segíted a görögöt. Ezt végülis nem tudta kezelni az akkori szlovák, hogy a Radičová kormány, tehát az ez ilyen szempontból látszott, hogy egy politikai rizikóval is együtt jár, de ezzel együtt is azért az euró csatlakozás a Szlovákiának egy fontos identifikációs pont, egy megkülönböztető jelzés a cseh, lengyel és magyar szomszédokhoz képest, azt kell mondjam, és valamilyen szempontból joggal is hivatkozhatnak erre. Mi a helyzet a nagy keleti kapcsolatokkal, főleg a hagyományos orosz kapcsolattal? Ugye igen. Szlovákia, hát ugye identitáspolitikailag is, ugye a pánszlávizmus miatt mindig is jó kapcsolata tápolt a nagy keleti testvérrel. És mi a helyzet Kínával, Pekinggel? Igen, hát az orosz kapcsolat a Szlovákiában tényleg egy hagyományosan jelentős kapcsolat. Az Oroszországhoz való viszony az mindig egy fajsúlyosabb dolog volt mind a közbeszédben, mind a politikai stratégia építésében, de ez nem érte el soha azt a szintet, mondjuk Szerbia esetében. Tehát ugye láthatóan szerb-orosz kapcsolat az egy egész más minőség. És Vladimir Mecsiár, de ez már rég volt, de 94-98 között próbált egy nagyon speciális, sajátos, szoros stratégiai kapcsolatot Oroszországgal. Ez le is került a napirendről, és azt kell mondjam, hogy nagyon sok felmérés készült akkor erről, hogy a közvélemény ezt valójában annyira széleskörűen nem támogatta. Tehát a szlovák erősek a politikai szubkultúrában, a véleményformáló körében, ez az orosz pártiság ott valahol valamilyen színezettel képviselővonal, mind a nacionalista irányzaton belül, mind egy ilyen EU-szkeptikus irányzaton belül, de mondjuk érdekes mondani a kereszténydemokraták körül is, mert hogy valahol az ortodoxia, tehát mint erős keresztény bázisra tekintenek Oroszországra, de azért valójában ezek nem olyan erősek, tehát a felmérések folyton mutatták, hogy a szlovákok leginkább valahol középen képzelik el magukat, vagy nyugatos orientációval rendelkeznek. Tehát ez egy ilyen történelmi hagyomány inkább, és nem feltétlenül a napi gondolkodás befolyásolja. Tehát mondjuk orosz szimpátiát, Putyin iránti szimpátiáról nem beszélnék. Tehát nem beszélnék, de nyilván ezek változó dolgok, hullámzó dolgok, és erős szubkultúrák léteznek ilyen téren, amik ezeket az irányokat valahol képviselik. Hogy például mondjak egy ilyet, Robert Fico belügyminisztere tartozott, Robert Kalinyák egy ilyen körbe, és ez Ficónak se volt ellenére, hogy a baloldali populizmusának a részeként valamiféle Oroszországgal való kacsingatást megengedett, ami például ezeknek a szürke farkasok, vagy éjjeli farkasok, nem is tudom pontos nevüket, ez a motoros csapatnak beengedték ugye Szlovákiába. Szürke farkasok. Beengedték Szlovákiába, én is akkor pont ott voltam Pozsonyban, és akkor hát oda sétáltam, és kíváncsi voltam, hogy ott a elesett szovjet katonák emlékművénél volt felvonulásuk, az milyen jellegű. Tehát, hogy igazából az Oroszországgal való ilyen kacsingatásnak van egy ilyen hagyománya, de ez nem vált például olyan erős politikai stratégiává. Azt kell mondjam. Nem építenek nekik mondjuk az oroszok atomerőművet. Nem építenek atomerőművet, igen, és ilyen szempontból a Szlovákia tart egy ilyen NATO vonalat, hogy ezt kell mondjam. Tehát, hogy valamilyen szempontból nem olyan erősben. Robert Ficóban mondom, megvolt ez, hogy valahogy, de halványan, tehát nem volt az annyira kidolgozva, de például az Oroszország elleni szankciókat ő sem annyira támogatta, félszívvel támogatta, tehát amikor a ukrajnai konfliktus volt, de például a szlovák diplomácia az ukrán meg a krími konfliktusban nagyon határozottan egy ukrajna párti álláspontot vett föl, ezt a közvélemény is azt kell mondjam támogatta, komolyabb orosz párti akció az nem volt.
ellenben ukrán párti, igen, az uh-huh. volt. Ugye ez magyar részről mindig egy terhesebb dolog volt, mert például még ha az ember szimpatikusnak is látta azt, hogy valakik ennyire nyugatorientált atmoszférát próbálnak Ukrajnába kialakítani, hogy ukrán nép így kiáll amellett, hogy nyugat, ugye az mindig egy szomorú, fájó pont volt, hogy Kárpátalja ügyét nem sikerült rendezni, és felsejlett, hogy mennyiszer volt az itt a környéken, hogy ezek a fajta totalitáriánus rendszerek elleni tüntetések végül nacionalista színezetet kapnak, és a magyar kisebbség ezzel rossz járnak. De Szlovákia ugye ezt a dilemmát nem cipeli, mert nekik nincs ez a fajta kisebbségi problematikájuk Ukrajnában, és nagyon keményen beleálltak, gondolom, ebbe a ukrajnai rendi szimpátiába. Hol helyezkedik el, vagy hol mozog, milyen sávban mozog Szlovákia jelenleg, illetve a közelmúltban a Peking-Washington inercia rendszerben? Igen, ez egy jó kérdés, és én ezt kicsit talán távolról szoktam indítani a választ erre, de ugye ez talán összefügg azzal is, hogy a magam tudása is, érdeklődése is, a Szlovákiába való hát, ténykedésem is, kutatásom is az sokban a történelmi tudat kutatására épül, illetve a közgondolkodás kutatására, ami elszakadhat a politikai stratégia készítésétől. De mégis szerintem van egy összefüggés, ezért szeretem indítani ezt a kérdést, hogy hogyan gondolkezik erről a szlovák átlagember. Még akkor is, hogyha átlagemberről egyre kevésbé beszélhetünk, tehát azt látni kell, hogy Szlovákia is, erről is talán külön érdemes beszélni, egy dezintegrálódó társadalom valamilyen szempontból, hiszen Pozsony az annyira fejlett, és a globális városhálózatban, ebben a Global Cities Networkben benne van rácsatlakozott, sok a külföldi munkavállaló, a keresetek azok az abszolút a EU-s átlag fölött vannak, ugyanígy az ingatlan árak is, mint ez egy ilyen lüktető. Tehát magyarán jobban hasonlít mondjuk Bécshez, vagy Győrhöz, vagy Budapesthez, mint mondjuk Besztercebányához, vagy Kassához. Abszolút, ez a lényeg, igen, igen. Nem szólva a kelet-szlovákiai vidékhez, amit nagyon leszakadt. Tehát egy dezintegrálódási folyamat van Szlovákiában, ez egy komoly probléma, de a kérdés nem kerülni szerettem volna ezzel, inkább csak felhívni a figyelmet arra, hogy az átlagember fogalmát, azt azért ma már érdemes olyan korlátosan értelmezni, de mégis, hogyha arról beszélünk, hogy mi hogyan gondolkodik erről a geostratégiai helyzetről egy szlovák átlagember, akkor én nekem mindig szokott eszembe jutni Szlovákiának egy korábbi szlogenje, egy ilyen országimás szlogenje, amit használtak, buszokon fel volt írva, a minisztériumi kiadványokon, mindenütt a Little Big Country, a Little Big Country, a kis nagy ország. És ugye ez utal arra a filmre, a kis nagy ember, amikor talán Dustin Hoffman játszotta, akit elrabolnak az indiánok, indiánok nevelik fehér ellenesen, de aztán a fehérekhez kerül, és a fehérek és indiánok közötti harcban ő így sodródik. Egyszer itt van, egyszer ott, és végsősoron egy ilyen sodródó kívülállóként végignézi, hogy ezek itt emberek itt fölaprítják egymást, és gyűlölik egymást, és az egészre nem tud rácsatlakozni ez a kis nagy ember. És nagyon-nagyon találónak tartom ezt a Little Big Country szlogent. Tehát Szlovákia egy ilyen kis nagy ország, aki így a történelem viharában úgy alakult, hogy független lett, ezt ők se tagadják, hogy a történelmi véletlenek sora is kellett ehhez, vagy legalábbis a első világháború követő dezintegrálódással monarchiának. És erről nincsenek ilyen nagy kialakult hagyományos történelmi stratégiáik, úgyhogy nálunk ugye vannak ilyen szavak, hogy kuruc meg labanc. De nagyon lényegesnek tartom, hogy szóval nincsenek ilyen szavak. Ez a szókészlet így hiányzik, tehát valaki ebben nem tekinti magát egy olyan erős játékosnak. Tehát úgy, ugye nálunk például van Magyarországon ez a merjünk nagyok lenni, merjünk kicsik lenni, ők ebbe így nem bonyolódtak bele, de ennek ellenére van azért egy attitűdjük az egész kérdéshez. Külön politikát azt kell mondjam nem folytatnak, tehát ebből a Little Big Country szellemiségből kicsit ez fakad, hogy nincs saját Kína politikájuk, vagy valamiféle különutas gondolatok ilyen szempontból nem erősek. Egy dolgot viszont érdemes kiemelni, hogy valamiféle ilyen mediátori szerepre hajlamosak törekedni. Ezt láthatóan Közép-Európában más ország is próbálja, pont Szlovénia az, ahol például voltak ilyen találkozók, ilyen USA-Oroszország találkozók, tehát magukat így ilyen pozícióba képzelik el, és
Szlovákiában ezt végülis jelentősnek mondanám. És ez több dologból fakad. Egyrészt fakad abból, hogy Csehszlovákia különállásakor, vagy kettészakadásakor, a csehszlovák diplomaták választhattak, erről több szlovák nagykövette diplomatával beszélgettem, hogy választani kellett, érdekes helyzet lehetett lélektanilag, hogy most te a cseh vagy a szlovák diplomáciát szolgált tovább. Választani lehetett. Szabad volt a gazda. Szabad választani lehetett. És azt mondták, mindig azt mesélték, hogy egyszerűen az idősebbek, azok már régebb óta éltek Prágába, ott éltek a családjukkal, és általában ők a csehet választották. Tehát végső soron a szlovák diplomácia egy ilyen lefejezett állapotban született, nagyon fiatalon. Nem volt ez a rekrutálódási folyamat, ami azért terhes is tud lenni a diplomáciában, ugyanúgy, hogy a katonasságban, még mindenfajta hierarchiában, amikor az ember pont akkor jut egy pozícióba a bürokrácia vastörvénye szerint, amikor már pont abból már kiöregedni kéne, és akkor jut oda, hanem fiatal, 30 éves nagykövetekkel lett tele, ugye Szlovákia, és egy ilyen nagyon erős karrierdiplomata irány, vagy attitűd szökkent szárba, és szépen lassan egyre több ilyen karrierdiplomatát adott Szlovákia az Európai Uniónak, az ENSZ-nek, tehát nagyon fontos vezető ENSZ-es és EU-s tisztségekbe is jutottak a különböző főtárgyalói pozíciók, Bosznia-Hercegovina, közép-ázsiai főtárgyaló, ilyen sok pozícióban, tényleg van erről egy listám, elég tetemes, és ebben például a magyar az jóval rövidebb, tehát a szlovák diplomáták azok ilyen szempontból aktívaknak mondhatók, nincs komoly gondja egy szlovák miniszterelnöknek akkor, hogyha jó reputációjú, jó elismertségű diplomatát keres a külügyminisztéri posztba. És még Robert Fico is, aki a kormánykoalíciós társa miatt belegabajodott ezekbe a identitásharcokba, meg nacionalista retorikába, és a Brüsszellel való viszonya minden igyekezett ellenére sokat romlott, még ő is nagyon komolyan elismert, hogy a Jan Kubis diplomatát tudta maga mellett, mint külügyminisztert, aztán Lajcsákot, ezek mind nagyon elismert diplomaták, tehát ez sokat számít Szlovákiában abban, hogy ilyen mediátori pozícióba tudják magukat kormányozni. A másik pedig az, hogy 98-ig érdemes visszamenni, amikor Mecsiár bukásánkor egy ilyen nagy népfrontos szövetség alakult ellen, hogy buktassuk már meg Vlagyimir Mecsiárt, szivárványkoalíció, hogy is szokták nevezni, és ebben erősek voltak a think tankek, tehát ezek a bizonyos agytrösztök. Amiről ez megint olyan érdekes nekem így Budapesttel összehasonlítanom, itt sokat beszélünk róla Pesten, de igazából ezek Pozsonyban erősebbek, tehát itt sok a szó róla, de ott meg sok a tett. Tehát ezek a pozsonyi think tankek, ezek jelentősek, például egyet csak, hogy mondjak, a Globsec nevű biztonságpolitikai konferenciát, amit végül is Pozsony hozott össze, ilyen pestesen mondva. Az, hogy ez Pozsonyban székel, és évről évre Közép-Európa, de igazából most nem csak Közép-Európa, hanem világ fontos vezetői Pozsonyban találkoznak, ez egy nagyon jelentős eredménye hadítette a szlovák diplomáciának. És az megint ezt a mediátori pozíciót erősíti, hogy ők egy olyan hely, Pozsony egy olyan hely, ahol mindig találkozhatnak a világ különböző vezetői, és ott meg tudják vitatni a dolgukat. Tehát ezt lehet mondani, hogy ebből próbálnak valamiféle mozgásteret alakítani, tőkét kovácsolni, de a kérdésre visszatérve, ilyen külön Kína stratégia nem rajzolódik ki. Ez egyébként fakad abból is szerintem, hogy lényegében a szlovák export az annyira az autógyárakon keresztül, tehát Nyugat-Európán keresztül megy, hogy erre kevésbé építenek külön. Ugye látszik az, hogy Magyarország meg Csehország esetében, és cseheknél különösen jelentős ez, vannak olyan nagy vállalatok, vállalkozók, akik a kínai piacra, mint aranytojást tojótyúkra, vagy mint valami nagyon jelentős felfedezésre tekintenek. Szlovákiában ez nincs meg, tehát a politikát nem nyomja valahogy a vállalkozói réteg, vagy a politikusok maguk nem nyomják ilyen irányba magukat, hogy Kínával valami különleges viszonyra kéne törekedni. Ugye ez Magyarországon is jelentős, itt valahogy abban vagyunk hajlamosak keménykedni, hogy onnan olyan pénztömeg érkezik, amit megváltoztat erősen dolgokat. Ezeknek szerintem korlátos azért a racionalitása, tehát ez senki nem mondja ingyen a pénzt. Csehországban ez még jelentősebb, azt kell mondjam. Tehát, hogy hajlamosak itt a magyar közbeszédben azt gondolni, hogy ez nagyon sajátos, hogy Magyarország próbál nyitni
kelet felé. Igazából nem. Tehát azért a csehek ebben már három lépés előttünk járnak, mégpedig többek között azért, mert ugye volt ez a Pat Kellner nevű milliárdos, aki kiugró milliárdos, tehát hogy olyan szinten a gazdag ember volt, hogy a világ 87. leggazdagabb embere volt, ez a prágai üzletember, az összes, én mindig úgy, ha jól számom, a 10 leggazdagabb magyarnak együtt nem volt annyi vagyon, nincs annyi vagyona, mint ennek az egy csehnek. Tehát a cseh... Jelenleg is ez a helyzet? Jelenleg is ez a helyzet. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy Magyarországon nagyon erős ilyen üzletemberi háló épül. Megint relatív. Tehát érdemes mindig ezeket kontextusba ágyazni, ahol ezek, mondanám néha, brutális súlyan nyomják a közéletet, az Prága, az Csehország. Ez a top 10 üzletemberből 5-6, az ráadásul ebből politikai, meg közéleti tőkét próbál kovácsolni, megveszik az összes tévét, rádiót, újságot, és külön Kína politikát folytatnak. Tehát Pat Kellner, ő ugye a köztársasági elnök magángépén ment Kínába, illetve a helyzet végül megfordult, ő vitte az elnököt, ebből botrány is volt, az elnök azt mondta, hogy na ő, felajánlják, hogy ingyen repülő megy, de igazából Pat Kellner hát erősen afele tolta a cseh diplomáciát, hogy építsenek, nyissanak feléjük, illetve egy olyan ügynökséget is fenntartott, hogy finanszírozotta, hogy aki Kínáról szebb képet próbált festeni. Ez azzal függ össze, hogy az ottani pénzügyi piacot, ezt a bankon kívüli hitelezés piacát próbálják a csehek megszerezni, és lényegében a piacvezetők, tehát a csehek, mondom, nagyon ott is vannak a kínai piacon, de ennek komoly a politikai ára is lehet. Én ehhez megmondom őszintén, nem vagyok sinológus, én ugye csak annyit látok Kínából, amennyit más, és nagyon fenntartásokkal kezdem, tehát látom a kockázatokat és mellékhatásokat. De ezek szerint a szlovákok ennél sokkal egészségesebben? Nem akarok minősíteni, legalábbis távolságtartóban keresik. Visszafogottabbak, igen, egyszerűbbek, nem próbálnak ebből olyan külön politikát csinálni, de mondom, nincs is meg ez a gazdasági nyomás. Tehát Szlovákia letett arról, azt kell mondjam, hogy egy saját erős ilyen kompetitív vállalkozói réteget próbáljon kinevelni. Majd erről később beszélünk, hogy azért ennek súlyos ára volt. Igen, más ez nem biztos, hogy jó. Tehát csak, hogy a világ bonyolult legyen, és ne hagyjuk a nézőket, hogy egyszerű igazságokba bele tudjanak kényelmesedni. Az, hogy valamiféle saját tőkés vállalkozói réteget próbált Csehország meg Magyarország is kialakítani, ez nem tűnik olyan szempontból illegitimnek, hogy Szlovákia ezzel nem próbálkozott, és igen, majd akkor erre visszatérünk ennek ára. Igen, ez a bizonyos maffia állam, igen. Majd fogunk beszélni a belpolitikáról. Még egy kérdés a geopolitikai térben mozogva, és utána elmozdulunk a jelenlegi események felé. A V4-eken belül milyen mozgástér jut, vagy milyen mozgásteret verekszik ki magának Szlovákia? Sikerült-e sajátos arcélet rajzolnia magának itt a régióban? Szlovákia azt lehet mondani, hogy talán sosem volt a visegrádi kezdeményezéseknek a fő kezdeményezője, a visegrádi együttműködési ötleteknek a fő kezdeményezője, de azoknak sosem volt különösebb akadályozója sem. Mert volt ilyen ország, aki sokáig folyton keresztbe tette ennek, az Csehország volt. Igen. Tehát Csehországnak volt ez a Mi vagyunk az örök semlegesek címe, ami fura, ilyen, nekem mindig ilyen huszita, ilyen hagyománynak tűnt, és ezzel blokkolták az együttműködési kezdeményezéseket. Szlovákiában ebből nem csinálnak ilyen problémát. A visegrádi együttműködést szeretik is, jónak tartják, hiszen ez három szomszédos ország, Csehország, Lengyelország, Magyarországgal való határon átnyúló együttműködéseket segíti elő, meg Szlovákiának ezt a fajta beágyazottságát, de igazából nekik ez nem annyira életbevágóan fontos, mint mondjuk Magyarországon volt az utóbbi időben. Ugye Magyarország az utóbbi időben sokszor a visegrádi együttműködésre kapaszkodott, mint bizonyítandó, hogy nem szigetelődött el. Szlovákiának ezre kevésbé volt így szüksége, megint csak érdemes az eurozóna tagságra utalni, tehát ők a visegrádi együttműködéshez úgy állnak, hogy ők nyugatról csatlakoznak ebbe úgymond vissza. És hát azt is azért úgy számon tartja a közvéleménynek egy külügyek iránt fogékony része, hogy a visegrádi együttműködés legfontosabb intézményi megtestesülési formája, az úgynevezett nemzetközi visegrádi alap, az Pozsonyban székel. Tehát Pozsonyban van a székhelye,
Ott rotációs rendszerben megy a vezetés, meg az összetétel is egy Visegrád, egy nagyon jó vegyes csapat, de azért számít, hogy a Székely Pozsonyban van erre, megint csak Pozsony büszke, és ezt a mediátor, meg ezt a diplomáciai közvetítő jeleget megint kicsit erősíti. Egyébként azt is látni kell, hogy Szlovákia keresztül próbálták megbontani a Visegrádi együttműködés egységét, ugye amikor a nyugat-európai államok úgy látták, úgy vélték, például a migrációs válságkor, de már korábban is, hogy ez a fajta szövetség valami túlerős blokkosodáshoz vezethet, és ugye osztrák-német részről volt egy ilyen politika, hogy hát jó lenne ezt a Visegrádi együttműködést gyengíteni. Nem kell itt nagyon nagy összeesküvés elméletekre gondolni, mert ezek végül is nyílt dolgok voltak, tehát hogy Ausztria ugye többször felvetette, hogy ők egy ilyen cseh-szlovák-osztrák szövetségbe gondolkodnak. Végül is ezek sosem váltak olyan aktívá, és a szlovákok sem rezonáltak erre olyan erősen, és például a szlovák közvélemény, azt kell mondjam, politikai adattól függetlenül hajlamos például olyan ügyekbe erősen beleállni, hogy kicsit ilyen pestésre fogalmazzak, mint például a Kelet-Európába vagy Közép-Európába jutó termékek minősége. Tehát ez valahogy bizonyos időszakonként Szlovákiában felmerül. Én szerintem azért, mert pozsonyi középosztály, ami meghatározza az országnak a közbeszédének az irányát, valljuk be, hogy Pozsony ez nagyon jelentős lett abban a szempontból, hogy milyen hangulat van az országban. Bécsbe jár vásárolni, szóval határváros, vagy Ausztriába. De napi szinten hasonlítják össze, nekem ez volt a tapasztalat, amikor Pozsonyba éltem, hogy ott sokkal inkább napi beszéd része, hogy megveszem ugyanazt a mosószert, meg csokoládét, meg vajat Ausztriába, és nem drágább Ausztriába, viszont finomabb. Tehát ez ott egy ilyen témával. De ez ugyanígy a budapesti középosztálynak, vagy polgárságnak, vagy a magyar polgárságnak is ugyanígy napi tapasztalata. Mégis megmaradunk a pufogásoknál. Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy ők ezt érdekérvényesítésben sokkal pragmatikusabban viszonyulnak ehhez, még lehet, hogy Magyarországon inkább Károly Róberten lovagolunk, meg a középkori hagyományain a V4-eknek, addig a szlovák középosztály meg megpróbálja kibrusztolni a V4-eknek, hogy mi is ugyanazt a minőséget kapjuk Henkel, vagy ne teljesen mindegy, milyen márka néven, mint amit a nyugat-európai polgár. Igen, indítottak egy ilyen együttműködést, hogy ezek a különböző élelmiszerbiztonság és minőség ellenőrző hivatalok, nyilván mindegyik országban más a pontos neve, ezek valami kutatást indítsanak ezeknek a termékeknek a minőségéről. De aztán végül nem sikerült olyan egyértelmű bizonyítékot felmutatni, tehát a vita folytatódott, de végül valamiféle konkrét tettbe vagy eredménybe nem sikerült ezt kifutatni, de attól még ez egy fontos téma, meg fontos, hogy nyugat Absolut. Fele is ezt fel lehet vetni. És az ön által, tehát megjegyzésre igen, meg azt lehet mondani, hogy ez egy visszatérő különbség egyszerűen a magyar meg a szlovák közélet között, ez Gendel Lajos, szlovákiai magyar író fogalmazta meg szerintem nagyon sommásan egyszer egy mondatban, hogy a szlovákoknak nincsen Széchenyiük, Kossuthjuk, Bibójuk, és nincsen Kultúrkampfjuk. Sem. Tehát mindenki eldönteti, hogy ez most jó mérleg, én éltem Pozsonyba hosszan, van valami felszabadító is abban, hogy nincs. Lazábbak, nyugodtabbak, igen. Igen, igen. Meg én mindig úgy mondtam, hogy olyan personalizáltabb ezt a kifejezést, tehát aki például a közélet. Tehát sokkal egyénibb a viszonyás, hogy azt az írót szerettem, vagy nem szerettem. Azt a politikus szerettem, vagy nem szerettem. És kevésbé ezek a szekértáborok, ugye, amikor Magyarországon folytogatók tudnak lenni, bénítók, egyszerűen elszívják a kreatív energiát, a borzasztó ilyen rituálékká korcsosítja a közéletet. Szlovákiában ezt felszabadultam. Szlovákiában nem az van, hogy van egy balos, meg jobbos író szövetség, meg színházi társaság, ugye én a kulturális vonalon dolgoztam kint Pozsonyban, ezért jobban láttam, ezt van 6 író társaság. Az írók nagy része egyiknek se a tagja, ez nekem úgy tetszett. Laza, igen. És beszélnek egymással, és leülnek egymással sörözni. Beszélnek egymással, kevesebb a pénz benne, szegényebben él, azt kell mondjam, mert ugye a politika sem próbálja annyira ugye ezt, mint harci terepet bevenni a kultúrát, mert nem annyira nem, jelentős, akkor a tét, igen. Nincs olyan tétje, igen. Tehát ez egy érdekes volt ezt így látni. Nagyon izgalmas lenne még elmenni tovább ezen a vonalon, de kanyarodjunk rá azért a forró eseményekre, mert azért itt elképesztő ütemben, tempóban történnek a dolgok, legalább tavaly ősz óta, tényleg forró ősz,
és forró tél volt Szlovákiában. Hát induljunk ki Matovic bukásából, de én azt javasolnám, hogy azért magyarázzuk meg az előzményeket, legalább a Jan Kuciak és menyasszonya meggyilkolásáig, hiszen az váltott ki akkora tömegmozgalmakat Szlovákiában, amire soha korábban nem volt példa, és az helyezett akkora nyomást a politikára, hogy kipréselte a közvélemény egyszerűen a politikából az öntisztulási, önmegtisztulási folyamatot, ami talán most is folytatódik még. Igen, igen. Az egy nagyon jelentős állomása a szlovák demokrácia permanens válságának, ezt tudom mondani, hogy meggyilkolták, és most ezt nem ezen a részén akarok mosolyogni, tehát ez a fajta gyilkosság, ez nagyon megrázó volt, azt kell mondjam, amikor ugye ezt a fiatal embert, szimpatikus embert, de a mennyasszonyával, tehát az egésznek, tehát hogy ezt valakik így egyszerűen így eldöntik, hogy őket lelövik, ez nagyon kemény, megérintette a szlovákia lakosságának a tömegeit. És most itt olyan egyszerűbb dolgokra kell gondolni, hogy hát a mai Facebook világában egy kicsit aktívabb ember, két ismerősre vagyok én is ezektől. Nem ismertem személyesen, de rengeteg közös ismerősöm van a Facebook alapján, látom azzal, akit megöltek, ezt a újságírót. A mennyasszonya meg a régész volt, én meg ugye történész, van egy csomó közös ismerős. Tehát, hogy ez olyan megrázó. És ugye ez olyan, mint a Nokiás doboz, meg az összödi beszéd, amikor valami annyira személyesen közeli hozza a máskor ilyen absztraktnak tűnő témákat, hogy válságban van a politika, és egyszer csak közben megérzi, hogy ez azt jelenti, hogy itt bizonyos emberek eldöntötték, hogy most lelövik ezeket, és üzenetet küldenek az újságíróknak, hogy ne tessék kutakodni a mi irányunkba, hogy ez az üzenet is akart lenni, csak hát túllőttek a célon egy olyan brutális tömeg felháborodást szült, hogy látszott, hogy csak idő kérdése. Itt megint talán, hogy ha párhuzamokat akarunk, hogy a magyarországi nézőket jobban be tudjuk ebbe vonni, itt az összödi beszédet lehet elpárszolni, hogy látszott, hogy idő kérdése, hogy ez egyszerűen nem maradhat így, és akkor is, bár nem akart lemondani Robert Fico, de látszott, hogy ez tarthatatlan, függetlenül, hogy nem ő húzta meg a ravaszt, de igazából azokkal a körökkel túl jó kapcsolatot ápolt. És lehet, hogy ő azt mondta volna, hogy úristen, de hogy ne gyilkoljátok már az újságot, de akkor is ezek már utólag nem... Ezek a körök maffia körök. Ezek maffia körök, igen, a maffia szót abszolút lehet erre használni. Ezért tartom elhibázottnak, megint csak, hogy bonyolítsam a témát és a nézőket ne hagyjam bele nyugodni egy bizonyos álláspontot, hogy a maffia állam elnevezés, például Magyarországon szokták azért, azért nem szeretem, mert az a maffia állam. Ez itt egy másfajta, egy ilyen centralizált, sokan ilyen neofeudalisztikus, szerintem Magyarország afele megy, de van egy patronázs jellege is Magyarországon, van egy együttműködés is a nyugati cégek, tehát sokszínű komplex. Szlovákiában meg ez a maffia jelenség, ez a foglyul ejtett állam, így is szokták nevezni. Igen. A politika ott nem építette ki a maga stabil gazdasági hátterét, és Magyarországon ugye sokat kritizáljuk ezt, hogy a politika az gazdasági ilyen hinterlandot épít, ami az a szomorú mindig látni, hogy aki meg nem építi ki, mint Szlovákiában a politika, ott ezeket fölvásárolták, és a maffianisztikus gazdasági, üzleti befektetőknek volt annyi esze, hogy megvegye mindig a kormányt és az ellenzéket is. És ami még rosszabb, hogy a magasrangú közigazgatási, a legmagasabb rangú hivatalnokokat is, bírókat, igen, ügyészeket, államtitkárokat, minden, rendőrfőnököket, magasrangú rendőrfőnököket, és ezek buknak meg most már hónapok óta. Igen, egy nagyon nagy eredménynek lehet tekinteni azt, hogy ne csak esetleg túl sötét képeket vessünk, valami pozitívat is mondjuk, hogy ezek ennyire szépen lassan kiderülnek, és következményük van. És akkor itt a kérdéshez is tudunk kapcsolni, tehát Igor Matovic ex-miniszterelnöknek ebben bármennyire sok kritika is éri őt, és ebből sok minden jogos, de azért nagyon fontos, hogy ehhez politikai hátszelet adott. Tehát biztosította a politika egyszerűen, hogy ezeket az ügyeket fölgöngyölítsék. Oké, ő azért megörökölt egy rendszer, tehát ez már a Fico kormányzat óta elkezdett fölgöngyölődni, nem ő kezdte el azért ezt a tisztulási folyamatot, ő, amennyire én látom, de javítson ki, ha tévedek, ön sokkal jobban érte ez a témához,
Amennyire én látom, ő nagyon ügyesen meglovagolta és politikai marketinget csinált ebből, hogy ezeknek a disznóknak mind börtönben a helyük, és ezt végig fogjuk csinálni, de ő megörökölte egy tulajdonképpen évek óta zajló folyamatot. Igen, a szlovák közbeszéd ma egy ilyen törésvonal mentén igazodik, hogy Matovič egy ilyen hordószónok, aki ráült erre a hullámra, vagy ennek az aktív kezdeményezője. Itt a történyekhez vissza lehet nyúlni. Értem, hogy mire gondol. Az utóbbi fél évben történtek valójában a letartóztatások. Meg nem csak az, hanem a választások előtt, amikor a gyilkosság ügy volt, akkor is ő nagyon komolyan tudta, tehát itt hagyj foglaljam össze, ami szerintem a lényeges, és lehet, hogy valaki vitatja, nagyon fontosak voltak a tüntetések. Ezt Szlovákiában egy progresszív, liberális erő vagy szövetség szervezte, ami egy ilyen nagyon erősen polgári is. Tehát Szlovákiában mondom, nincs ez az erős jobboldali liberális törésvonal, ott a konzervatív liberalizmus, meg a liberális konzervatív, egy létező, valós, egészségesen ilyen, szerves jelenség. Ezek az erők szervezték ezeket a tüntetéseket. És ez adta meg valahol a gerincét ennek a tisztulási folyamatnak, ez teljes tény. Viszont az egy nagyon nagy kérdés volt, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy hogy lesz ennek politikai többsége a választáson, mert tudjuk azt, hogy nehéz aztán ezzel elérni a Nagyszombat főterén, Nyitra főterén és Pozsony főterén zajló, még akkor is a 200 ezres tüntetés, de hogyan jut ez el 2,5 millió? És azért eléggé kitartóak voltak, tehát nem az, hogy tüntikéznek egy kicsit, és kitartóak voltak, de látszott a felmérésekben, hogy nem roppant meg Robert Fico népszerű sokáig, és aki ezt megroppantotta, azért ez Matovič volt sok szempontból, aki egy ilyen média hacket tudott ebből csinálni. Aha. Például ugye elment a szlovák ilyen oligarcháknak, politikusoknak ilyen franciaországi villáihoz, és ott csinált felvételt ilyen tiszta ilyen valóságshow stílusban, tehát abszolút értem a kritikát felé, tehát ez a fajta Disneylandisítése, vagy ilyen bulvárosítása a politikának, ez abszolút a személyhez kapcsolódik. Ezzel tudott hirtelen 5%-os pártból 26%-os támogatottságot szerezni, és a kormányváltást realizálni. Ugye ez egy nagyon fájó pont ennek a polgári liberális körnek, hogy ez olyan svung volt, olyan erő, hogy elszívta a szavazatokat ezektől az ellenzéki erőktől is, ami egy olyan pehjes helyzetet eredményezett, hogy a 7%-os parlamentbeültetési küszöböt, ez a polgári liberális, mondanám, a tüntetések legfőbb szervező ereje, az 6,97%-kal, 300-dal, pár ezer szavazattal lemaradt a parlamentből, nem kiestek, be se jutottak. Tehát ez egy nagyon fájó pont, és Matovičnak sose fogják megbocsájtani. Ezt érthető. De azért Matovič, lehet, hogy ez a távolról jött ember, mert ugye én magyarországiként figyelem Matovič politikáját, de azért igazából figyel arra, hogy egy EU-párti beszédet. Ő nem játszik ezzel, hogy szidjuk az EU-t, Brüsszelre fogjuk, Brüsszel a hibás. Nem. Tehát azt mondja, az EU a mi közös otthonunk. Ez van kiírva az óriás plakátjain. Tehát roma politikusokat tett a listájára. Nagyon erősen valahol ezt a ilyen keresztény közösséget is próbálja bevonni. Például Eduard Heger, az új miniszterelnök egy ilyen közösségből jön. De ebből sem csinálnak nagyon nagy politikát. Tehát nem teszik ezt a politikai szimbolikának olyan erős részébe, ami leamortizálhatja pont mondjuk ennek a valós tartalmát. Mm-hmm. Tehát meg kell mondjam, én sok szimpatikusat látok ebbe az irányzatba. Matovičot mégis, hogy sokan egyszerűen testközelből, nem szeretik ezzel a hektikusságból, a hisztérikusságából fakad, és ez megjelenik a képernyőn, ez zavaró. Tehát egyik nap ezt mondja, másik nap azt, csapong, az ember elveszti azt a hitét, hogy képes egy ügyet úgy végigvinni, hogy van eleje, közepe, vége. Hát ennek két nagyon fontos lecsapódása volt, ami mindkettő rendkívül érzékenyen érintette a közvéleményt, és nem csak a politikait, hanem az úgynevezett átlagember közvéleményét és közérzetét is. Az egyik a járványkezelésnek a kudarca, a másik pedig ugye az orosz vakcina beszerzés körüli, hát, hogy így mondjam, érdekességek vagy furcsaságok, például az, hogy szinte senki nem ismerte a szerződés tartalmát, csak Matovič, tehát ő szinte magánügyként kezelte, meg járogatott Moszkvába, meg Budapestre tárgyalgatni a saját szakállára, úgyhogy szinte senki nem tudott róla.
Igen, ezek nagyon hirtelen mozdulatok voltak a részéről, előkészítetlen, és nem látszott mögötte annyira a koncepció. Ugye itt elértünk ez az orosz vakcina kérdéséhez. Nagyon nehéz erről beszélni, elérkezett a közélet egy olyan ponthoz, amikor túl sok szakmához kéne érteni, ahhoz, hogy jó, hitelesen legyünk reményeket. Mert én a Szlovákiához értek, biztonságpolitika az is úgy, ahogy, de nem vagyok virológus. De nem is biztos, hogy ennek az orvos élettani hatása a lényeges, hanem inkább a politikai, meg, a közéleti. Igen. Tehát, hogy miért veszi a jogot akár egy miniszterelnök ahhoz, hogy ő szinte magánszerződést kössön az oroszokkal? Igen, tehát ezek nem voltak előkészítve. Igazából egy politikai pancserségnek lehet mondani, hogy Matovics az vitába keveredett a gyógyszerügynökséggel, tehát a szlovák gyógyszerügynökséggel, és ezt így kell elképzelni a kedves nézőknek, hogy ők így üzengetnek egymásnak. Tehát ez a borzasztó szerencsétlen sajátossága a szlovák politikának, meg közéletnek, hogy ott van egy ilyen divatja ennek az üzengetésnek. Olyan emberek, akik elvileg azt alná egy ösztönnek, hogy utána miért? Hát most is ugye ez a magyar ellenesre hangolt államtitkár, Martin Klusz, egyébként még jól ismerem még korábbról, üzenget Gyimesi Györggyel, aki a magyar tagja. És ugyanígy a Szulik üzenget a Matovicsnak, a két koalíciós társ lényegében mondanám csetelnek, twittereznek, meg facebookoznak a nagy tömegek előtt. Ezzel a politikának egy ilyen fura, kicsit neurotikus, hiszterizált attitűdjét erősítik, ez nagyon szerencsétlen dolog. És például ezzel a gyógyszerügynökséggel Matovicsnak nem volt egy leegyeztetett álláspontja, és ott is üzengetni kezdtek, hogy Matovics azt mondta, hogy ezek szabotálják, a visszaüzent most a gyógyszerügynökség, hogy Matovics meg egy elszabadult hajóágyú. De egyébként egy állami hivatal a pénzügyminiszterről ilyen, tehát üzeneteket küld, nekem ez mindig olyan bizarr. Hát most már pénzügyminiszter, most már pénzügyminiszter, eddig miniszterelnök volt. Most én a vakcinákhoz még visszatérve, azt látni kell, vagy érdemes talán kiemelni, hogy megint a szlovák valamiféle földhöz ragadtságnak, gyakorlatiasságnak, középutasságnak a jele az, hogy ott ebből ilyen nagy politikai üzenetet, ideát, narratívát nem próbáltak az orosz vakcinában, Matovics nem próbált csinálni. Tehát mivel nem vagyok virológus, ezért csak egy személyes, laikus megközelítést tudok mondani, hogy én amikor itt ugye felmerült Magyarországon a kínai meg orosz vakcina, ugye akkor nem értettem, hogy miért csak ilyen szélsőséges álláspontok érvényesek, és miért nem lehet azt mondani, és ez most ilyen minor-mindungnak, hogy kínai vakcina igen, kínai politikai berendezkedés nem. Tehát, hogy ez szerintem egy vállalható politikai nézet, és Matovics ehhez közel állt. Tehát sosem mondta, hogy neki Putyin egy kicsit is szimpatikus. Nem. Azt mondta, az orosz vakcina viszont kell. Meg kéne minél több oltást, azt próbál megszerezni, amit lehet. De ez tényleg sokkal gyakorlatilag. És azért látjuk, hogy most már Ausztria is elfele tart, meg lényegében Németország is. Tehát az a Matovics féle irány, ez abszolút nem bizonyult teljesen. De ő mégis belebukott, nem sikerült. Mert duplán szégyenben maradt, mert ugye az oroszok meg visszahívták, mert szerződésszegéssel vádoltak. Nem tudjuk, hogy milyen szerződési pontot szegett meg, mert nem ismerjük a szerződést, nem hozták nyilvánosságra. Hát, igen, azért, mert itt mondom, ebben ő nem volt elég ügyes, tehát ehhez több előkészítettség, higgadság, tehetség kellett volna, talán persze az ember könnyen beszél kívülről, hogy hogyan is oldjon meg egy ilyen nehéz helyzetet valaki, de hát előkészítetlen volt ez, mind a közvélemény irányába, ugye. Amikor először hallja az ember, hogy jön az orosz vakcina, picit túl sokkolódott, és akkor még nem voltak meg az adatok, ugye most már sok országban oltanak, mind a Kína, mind az orosz vakcina, és akkor az eredmények látszik, hogy hatásuk van, tehát nem lehet azt mondani, hogy hatástalanok, még akkor is, hogyha nincsenek mögötte olyan pontos számítások. És hát ugye valahol rákapott ez a Matovics ellenes ellenzék, hogy ez nem lesz-e valami orosz politikához való közeledés, már mondom, ennek Matovics igazából nem mutatta a jelét. Tehát, hogy... Mondjuk azért beszéljünk egy pár szót az ellenzékről is, szóval nagyon érdekes egyébként, nagyon érdekes az a váltás, mert ugyan Matovics megbukott miniszterelnökként, de nem bukott meg politikusként, a kormányban maradt, és helyet cseréltek a pénzügyminiszterrel, aki most miniszterelnök lett, Matovics pedig pénzügyminiszter lett helyette, és erre a köztársasági elnök azt mondja, az áldását adta, sőt, még elhangzott egy olyan dicséret is, hogy milyen kifejezést használtak, hogy elegánsan, vagy nagyvonulóan ugye lépett vissza hatalomból. Azért ez, maradjunk annyiban, hogy ennek az irányvonalnak az élete
múlik ezen politikailag, hiszen ott a farkasok ott tolálkodnak az ajtóban, az ellenzék az egyrészt a maffia ügyekkel megbukott ellenzék, másrészt pedig ugye a régi garnitúra, még a Meccsiárig, meg a Ficóig visszamenő garnitúra, akit hát azért van egy széles konszenzus, amennyire én érzékelem, hogy azért ők ne kerüljenek újra a hatalomba. Igen, az, hogy ez a fajta ellentétrendszer hogyan alakul a szakpolitikában, azt azért nagyon nehéz fölvázolni, mert jóval fragmentáltabb, mint mondjuk Magyarországon. Egyszerűen a politikai kultúra úgy alakult Szlovákiában több oknál fogva, hogy nincsenek ilyen erős, tömbösödött ideológiai oldalak, nem erősek a címkék, ebből fakadóan nincsenek tömegpártok, néppártok, nagyobb mozgalmak. A lakosságnak az identifikációja sem ilyen jellegű, hogy magát besorolja erősen konzervatív, liberális. Valóban vannak bizonyos kötődések, de ezek erősen hullámzók. És ez onnan látszik, vagy abba csapódik le, hogy a szlovák pártrendszer egy borzasztóan fluid, folyékony közeg, és lényegében egy-egy ember személyes karizmája köré könnyen kiépül egy-egy ilyen projektpárt, ami aztán könnyen eltűnik a semmibe, hogyha úgy alakul, hogyha megbukik az az ember, vagy elveszti ezt a karizmáját. És hát itt érdemes egyszer, én szeretem például azt azzal jellemezni, hogy elmondom a pártoknak a neveit. Tehát most úgy képzeljük, hogy a szlovák kormány, vezető kormánypárt neve ugye, hogy egyszerű emberek és független személyiségek. Szerintem ez úgy nagyon sokat elmond. Tehát, ez akár egy viccpártnak a neve is egy lehetne. Egy viccpártnak a neve is lehetne, de nem vicc. Igazából Matovič ugye már eleve, hogy bejutott a parlamentbe, egy nagyon sajátos jelenség volt, ugyanis Szlovákiába, és ez is segíti a fragmentálódását a szlovák politikának, hogyha elnézést, hogyha messze indítok, de Szlovákiába úgy lehet szavazni, hogy pártlistára szavaznak az emberek, de megkapják a lista összes tagját, mind a 150 ember, és ott karikázni lehet, hogy én ezt a listát választom, de ezen belül azt szeretném, hogy ez a négy ember a lista élére kerüljön. Adiasz. Tehát a választásokon megszámolják, hogy melyik lista hány szavazatot kapott, és a listán belül az emberek így előre tudnak ugrani. Preferencia szavazásnak hívják ezt. Nekem nagyon tetszik, szimpatikus, inspiratívnak találom, mert ez azért jó, mert ha van egy-két ember, aki bizonyos közegben, szakmában vagy helyben jól beágyazott, ott a karikákkal ő berepülhet a parlamentbe. És Matovič egy pártot megtámogatott egyszer pénzügyileg, meg hogy szakmailag, meg hogy ő mögé állja, meg hogy ilyen apró hirdetéses újságjai voltak igazából Matovičnak, egy ilyen vállalkozó fazon volt, és kéri az utolsó négy helyet, mint valami népmesében, 147-149-150. helyet. És egy ilyen kampányt indított, hogy szavazz az utolsókra. Ugye ez is jól fel volt épp, a szegény kisfiúk ott a lista végén karikázzatok be minket a parlamentbe, és beugrottak, az első helyekre kerültek. Olyan sok karikát kaptak. Ugye jól lehetett marketingolni ezt, mi vagyunk az utolsók a listán, szavazz az utolsókra, tehát ugye az apolitikusságot. Így jutottak be a parlamentbe, ott annak a pártnak a frakcióját rögtön felrobbantották, tehát egy elszabadult, hajóágyú volt Matovič, tehát a kritika, mondom, sok szempontból jogos. Sokat tett azért sajnos, hogy Iveta Radičová elég jól szervezett kormánya megbukott, tehát azok a fekete oldalai Matovič történetének, azt gondolom. És akkor megszervezte, hogy ők az egyszerű emberek. És aztán jött még hozzá hasonló társaság, azt mondták, hogy jó, akkor ti meg a független személyiségek vagytok, és akkor csináljunk egy szövetséget, az egyszerű emberek és független személyiségek. Tehát így alakult ez a párt, és 5-6%-on volt, még a parlament kiesés küszöbén is volt egy évvel a választások előtt, aztán annyira jól tudták valahogy felfogni ezt a kormányellenes, maffiaellenes hangulatot, hogy aztán mondom 20% fölött ők nyerték meg a választást, és a többi párt is ilyen, azt kell mondjam. Tehát a koalícióban van még három párt, az egyiket úgy hívják, hogy egy család vagyunk. Ezt egy ottani, egy ilyen szélhámosnak tűnő, de egyébként értelmes fazon, nem lehet tudni pontosan, nem van pénze, én legalábbis nem jártam így jobban utána, az ottani ilyen sztármagazinoknak a kedvelt alakja, mert ötször házasodott, van 9 gyereke, 5 nőtől, tehát egy ilyen bulvár showman, és alapított egy pártot, hogy egy család vagyunk, áldás egy ilyen háttérrel, egy ilyen név, tehát egy ilyen... Mindenki hagyott. Önironikus is egyben. Igen, annan ők is, egyébként egy laza ember ő is. Tehát én ezt hiányolom a magyar politikából, amit szakadatok, lazánk. És megalapított ezt a pártot, egy fél évvel a választás előtt, és bejutottak.
És a maga módján föltözögött program, nem áll be ezekben nagy ideológiai csatákba, kitart a Matovics mellett, ha kormányzunk, a kormányzunk, és egész jó szakembereket, azt kell mondjam, hogy ahhoz képest micsoda bulvársónak indult a párt, meginvitált a pártba, és a vállalható, még nem mondom, hogy jó, de vállalható minisztereket ad. Uh-huh. Tehát, hogy, és akkor még van ez a Szabadság és Szolidaritás nevű liberális formáció, de az is sajátos párt, mert úgy liberális, hogy EU-szkeptikus. Tehát ők az Európai Parlamentben az EU-szkeptikusok sorában vannak. Tehát kitartóan, keményen euroszkeptikus liberálisok. Egy sajátos formáció, tehát ők is. És hát ilyenekből áll a szlovák kormánypárt. Az ellenzék is hasonlóan zavaros, azt kell mondjam. Mert például, amit ugye mondtuk, hogy ez a baloldali populista párt, a Robert Ficóék pártjára odakozmált ez a maffia kapcsolat. És abból egy ilyen jófélsültebb irány, az valahogy úgy kivált, Ficóval szembefordult, és Hang néven, ők most egy ilyen saját pártot alapítottak, és elég jók most már a felmérésekben. És akkor úgy tűnik, hogy az ős ellenség, a polgári progresszív liberálisok lehet, hogy velük kötnének választási szövetséget Matovics ellen. Tehát elérkeztünk oda, hogy ez azért olyan, mint egy ilyen, hogy mondják, mint egy ilyen teleregény. Tehát itt mindenki lehet mindenki ellen, és mindenki összejöhet még mindenkivel. 5 percünk maradt már csak a műsorból, úgyhogy egy picit prognosztizáljunk, hogyha ez lehetséges. Ön szerint ki fog-e tartani a kormánykoalíció a ciklus végéig, és lesz-e elég erő és lendület ebben a tisztító tűzben, a megtisztulási folyamatban, ami elképesztően példaértékű, tehát a irítségünk második tárgya szerintem az eurozóna után ez, hogy képes a szlovák politikai élet egy hatalmas nagy öntisztulásra, tehát tényleg bírókat varnak be a börtönbe, főügyészeket, államügyészeket, politikusokat, és rendőrfőnököket, és maga a rendőrség tárgya föl a rendőrségi korrupciós ügyeket. Kitart-e ez a lendület még, és végigmegy-e ez a megtisztulási folyamat? Igen, szerintem kitarthat. Az fontos azért mondani, hogy nem a politikai élet tisztul meg szerintem, hanem az állami gazgatás, ahova beférkőzött a maffiának az emberei, mint ugye Olaszországban annó, és ott is ugye ilyen mozgalom indult annó, ugye a tiszta kezek részt megtisztítani. Tehát igen, ennek van egy olyan erős támogatottsága a közélet, meg mondom a Matovics politika részéről is, hogy ez még kiteljesedett. Ő pénzügyminiszterként is képes lesz menedzselni tovább ezt a folyamatot? Szerintem igen, mert a szavazatot ő hozza abba a pártba. Tehát azért ez a párt ez nélküle nagyjából semmi. Viszont azt kell mondjam, hogy a csere mégiscsak Szlovákia üdvére lehet, mert a Eduard Heger, az új miniszterelnök, nekem is minimális személyes kapcsolatom úgy alakult, hogy van vele, ez egy nagyon higgadt ember, integratív vitakerülő. Tehát minden, ami a Matovicsban felesleges teher volt, az benne nincs meg. És és sokkal inkább ez a koalíciós játékos, ez a higgadt, borzasztó jól beszél, egy nagyobb a respektje valamilyen szempontból, mint Matovicsnak. Tehát szerintem, ha rajta múlik, ez már kitart a végéig. Megmondom őszintén, én amikor indult ez a koalíció, nem gondoltam volna, hogy 4 évig kitart. Most azt mondom, hogy erre van esély, mert egy ilyen komoly válságon túl vannak. Ugye az ellenzék is most nehezebben tudja támadni, mert mit akart az ellenzék? Miniszterelnök lemondása. Megtörtént. Igen. Ugye igazából... De nem bukott bele a kormány. De nem bukott bele a kormány. Ezt ügyesen így kihozták. Van ilyen másutt is miniszterelnök csere. Beáldozta magát ugye Matovics, mint vezéráldozat, de azért nem is tűnt el, mert pénzügyminiszter. Úgyhogy szerintem most már kitartat a koalíciós társaknak is most már az az érdeke, mert közeleg a következő választás, most már nem érdemes ennyire robbantani. Ezt a Richard Sulik, ez a furcsa ilyen EU-szkeptikus liberális párt, ő a leggyengébb láncszem. Tehát ő, ugye régen Sulik volt valahol Matovics fölött. Ez volt az a párt, aminek a listáján bekéreckedett a parlamentbe Matovics, amit meséltem. Tehát köztük van egy ilyen ősi személyes ellentét, tehát Sulik az úgy érzi, hogy a nyakára nőtt ez a senki házi, bocsánat a kifejezésre, de köztük tényleg ilyen nagyon rossz az emberi viszony. Úgyhogy én azt gondolom, ez most már így kitartat, és a közvélemény is ezt láthatóan támogatja, ezt a fajta állami gazgatáson belüli meg tisztulási folyamatot. Fogják-e tudni a járványhelyzetet kezelni, mert ez lehet még egy nagyon komoly buktatója?
Hát igen, tehát a Szlovákia először nagyon jól állt, bezzegországként indult ezekkel az országos tesztelésekkel, és jó ötlet volt, igen. De mégsem sült el olyan jól, mert sőt azt is mondják, hogy az országos tesztelés az, hogy ott sorban álltak az emberek, az külön gócpontokat jelentett, hiba volt, hogy az antigén tesztet csinálták, ugye ez nem olyan megbízható, egy hamis biztonságérzetet keltettek, hát a vakcinázással ők sem állnak jobban, mint az EU-s átlag, tehát nem haladnak gyorsan, járásonként szokták blokkolni, elég bonyolultan a helyzetet. Járásonként vizsgálják, hogy hol milyen a helyzet, és azt szerint fekete meg vörös járásokat nyilvánítanak ki, és ott szigorítanak, tehát egy ilyen hullámzó megoldásuk van. Hát meglátjuk, hát ott is borzasztóan fogy a lakosság, meg a türelme, a gazdaság teljesítőképessége, tehát, de hát ez nem szlovák specifikum, azt látom, hogy mindenütt már kicsit már robbanás közeli a helyzet, már elfogyott az embereknek a tartaléka mentálisan. Elkezdtek már nyitni Szlovákiában, vagy továbbra is maradnak még a szigorú intézkedés? Most ők is valamit enyhítenek, csak ők ebben nagyon következetlenek. Tehát a lakosság egy dolgot nem hisz már, hogy az úgy lesz két hét múlva is. Mm-hmm. Tehát ők úgy nyitottak decemberben, hogy már lehetett tudni december elején, vagy november végén nyitottak, hogy karácsonyra már mindent újra lezártak. Mm-hmm. Tehát teljesen feleslegesen mm-hmm. bemozdítottak egy csomó embert. Hát igen, szóval ebben következett. De látjuk, hogy ez másutt is gond. Tehát nem mondanám szlovák specifikumnak, küzdködnek. Sajnos lejárt a műsoridőnk, pedig nagyon szívesen folytatnám még tovább, legalább még egy órán keresztül. Remélem, hamarosan lesz lehetőségünk folytatni a szlovák politikai történéseknek az elemzését. Szakértőnknek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és köszönöm ezt az izgalmas beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Nézőinktől is elbúcsúzunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, ugyanebben az idősávban várjuk Önöket a képernyők előtt. Az Enigma búcsúzik mára, a viszontlátásra!